Mezőkövesd város önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan pályázatot hirdetett meg a középiskolások körében, hogy közülük kerüljön ki a március 15-i ünnepi szónok. Idén kilencen vettek részt a szónokversenyen. Az indulók szónoklatait zsűri értékelte, amely alapján választották ki az ünnepi szónokot. A verseny végeredményeként Fodor Zsolt és Popeszko Róbert Széchenyi István katolikus Szakképzőiskola harmadik helyzet, Varga Izolda és Gonda Milán második helyzet lett. A legjobb beszédet Tóth Viktor, a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulója mondta el, így ő lehet az ünnepi szónok a március 14-én megtartandó városi ünnepségen. A diátadásra március 11-én délután került sor a polgármesteri hivatalban, ahol dr. Fekete Zoltán polgármester vendégül látta a verseny résztvevőit, valamint átadta a legjobban teljesítők jutalmát. Minden résztvevő egy MP3-as lejátszót vehetett át Dr. Fekete Zoltán polgármestertől. Az első helyezett 25 ezer forintos könyvvásárlási utalványt, a második helyezettek 15-15 ezer -15 forint értékű könyvutalványt, míg a harmadik helyezettek 10-10 ezer -10 forintos utalványt kaptak. Emellett a felkészítő tanároknak virággal köszönték meg a munkájukat.